A magyar légiforgalom 1950-ben költözködött a budaörsi albérletből a Ferihegyi Összkomfortba. A nagy nemzetközi repülővállalatok menetrend szerinti óriás gépei is érintik Európa egyik legszebb, legkorszerűbb, nagy beruházással épült légikikötőjét, Ferihegyet. Itt lépnek magyar földre művészek és tudósok, üzletemberek és turisták. Megjelentek repülőterünkön a Tu-114-es gépek és egy ország csodája a kívülbelül tökéletes szovjet gépmadarakat. Ez a napbarnította utas és társai még Afrikában reggeliztek, Budapesten ebédelnek, és ki tudja, hol vacsoráznak majd. Budapest légiközpont lett Európa szívében. L'avion belge, Bruxelles, Cologne et arrivé. Das ungarische Flugzeug aus Berlin und Wien ist angekommen. Az egyes terminál átépítésének a szükségességét a piaci igények és a növekvő utasforgalom vezette. Egy olyan terminált szeretnénk kialakítani, átépíteni a meglévő szerkezetből, amely kb. 2-2,5 millió utasforgalmat képes éves szinten kezelni. Nem csak az épület, hanem a teljes környezete átalakul, beleértve azt, ugye, hogy az utasoknak ezt a megnövekedett utasforgalmat a gépjármű parkolások terén is kezelnünk kell, valamint a másik oldalon, a légi oldalon a gépek állóhelyét bővítenünk kell, és sokkal inkább a megnövekedett igényekhez igazítani. Tehát 2005 nyarán nyit meg ez az épületegyüttes, a benne maradó funkcióknak új helyet keresünk, tehát egy egész program az, amit mi elindítottunk október közepén, és hát a legutolsó fázisa az a légiforgalmi előtérnek az átalakítása, ami 2006 nyarán fog lezárulni teljes egészében. Elképzelésünk szerint az egyes terminál a fapados utasokat szolgálná, illetve a charterjáratokkal utazókat szolgálná elsősorban. Ez a 2,5 millió utas, ez nagyságrendileg a tervezett, illetve az utasforgalom bővülését látva, ez kb. 2009-re éri el a 2-2,5 millió utast. Az egyes terminál abban lesz más az utasok szemével nézve, hogy több kereskedelmi egység lesz benne, sokkal komfortosabban fogják magukat érezni az utasok, illetve a biztonsági előírásoknak is meg kell felelnünk, bár ők ezt sokat nem fogják látni, de a biztonságtechnika az teljesen megújul, és hát a legmodernebb kiszolgáló egységekkel fogják mondjuk úgy, hogy kényeztetni őket az őket kiszolgálók. A kereskedelmi egységek egy igen fontos része ennek a terminálnak, hiszen a modern repülőterek ma már nem csak a repüléshez kapcsolódó bevételekből tesznek szert bevételekre, illetve nem csak a repüléshez kapcsolódó díjakból tesznek szert bevételekre, hanem egyre nagyobb az aránya a kereskedelmi egységek hasznosításának is. A Budapest Airporton 2003-ban nagyságrendek 100 ezer fapados utas utazott. Az idén ezt a számot mi olyan 650 ezerre, 700 ezerre várjuk. És hát ezzel együtt ugye a Budapest Airport adatai is úgy néz ki, hogy talán az egekbe emelkednek, hiszen az árbevételünk az 30 milliárd forint fölött lesz, és ezzel együtt az adózás előtti eredményünk pedig 10 milliárdos nagyságrendet fogja elérni. Ami azt jelenti, hogy a Szerencsejáték RT után talán a második legjobban, legeredményesebben működő hazai vállalat. Az egyes terminál programjának az átalakítása, ugye, ahogy említettem, az több éves program, ez nagyságrendek 8,8 milliárd forintos program. Ez teljes egészében az airport saját maga, saját erőből finanszírozza, banki hitel és különböző támogatások nélkül. Erre a megteremtette az alapot az elmúlt évek eredményes működése.
A program azt tűzte ki célul, hogy a Budapest-Ferihegy repülőtér a kelet-európai régió leggyorsabban növekedő repülőtere legyen. Ehhez nyilván az infrastruktúrában rettentő sok fejlesztése van szükség. Ez az első állomása tulajdonképpen az egyes terminálnak az átépítése, amellyel a piaci igényekre és a megnövekedett piaci forgalomra szeretnénk válaszolni.